Augusztusban közel 400 honvéd indul a KFOR 27. váltásában Koszovóba, ahol békefenntartó feladatot látnak majd el. A Tatai laktanyában tartott kibocsátó ünnepségen Lőrincz Gábor dandártábornok, a Klapka György Lövészdandár parancsnoka emlékeztetett a Balkán történelmére, a magyar katonák szerepvállalására. A Balkán mindig Európának a puskaporos hordója volt, ott kezdődött az első világháború, és ha jól emlékszünk rá, magyar katonák tulajdonképpen az I-4 kontingens megalakulása óta, durván 95 óta részt vesznek a balkáni békefenntartó misszióban. A helyzet most sem könnyű, és a Balkán biztonsága, illetve a Balkánnak Magyarország biztonságára gyakorolt hatása, a Balkán békének a fenntartása, ez nemzeti érdek. Éppen ezért, amíg a Balkánon a szituáció úgy nem változik, hogy ezt a nemzetközi közösség és a Magyarország kormánya is úgy értékeli, hogy ott most már béke és biztonság van, addig ezt a missziót folytatni fogjuk. Én úgy látom, hogy ez még nagyon-nagyon hosszú időbe telik, különösen a mostani háborús események kapcsán. Eleve az, hogy KFOR 27, ez azt jelenti, hogy ez csak a KFOR-nak a 27. váltása. A parancsnok hozzátette, a tatai katonák között vannak olyanok, akiknek már a 6., esetleg 10. szolgálata lesz a koszovói misszió. Ilyenkor úgy érezhetik a katonák, hogy a KFOR szolgálata egysíkú, de ez csak abban az esetben igaz, ha béke van. Amint konfliktusra kerül sor, Magyarország, a NATO közössége és az ott élők is azt várják el, hogy azonnali reagálással, becsülettel dolgozzanak. Ennek érdekében azt kérem, kívánom és parancsolom önöknek, hogy a szolgálatukat a legnagyobb tisztességgel és becsülettel lássák el, úgy, ahogy azt idáig tették. A tataiak között, ahogy említettem, már sok rutinos KFOR-ban szolgáló katona van, és hát Horváth ezres úrnak is ez a második kontingens parancsnoki szolgálata. Az első misszióját is nagyon kiválóan teljesítette a tatai katonák élén. Barátkozzanak, összebízzanak a tatai katonákban, és egyben kívánom az itt lévő nagyszámú tartalékos katonának azt, hogy legyen ez önök számára egy meghatározó élmény. Horváth Sándor alezredes, aki egyébként a dandár harckocsi zászló aljának parancsnoka, elmondta, a KFOR váltásban csak nem 400 fő vesz részt, ez a honvédség legnagyobb létszámú kontingense. A kontingens a Magyar Honvédség szinte összes alakulatából tevődik össze, ami azt jelenti, hogy a katonák különböző képességűek. Tehát van, aki a légierőtől érkezett, valaki a szárazföldi alakulatoktól, de nem lövészkatona, konkrétan harckocsizó tüzelkatonákról van szó. Őnekik először békefenntartó alapképzést kellett végrehajtani, ahol megtanulták a békefenntartó alapműveleteket, tehát a járőrzés, kutatás, ellenőrző áteresztőpontok telepítése. Majd ezt követően őket egy alegységé kovácsoltuk, egy békefenntartó zászlóaljá. Ez egy viszonylag hosszú időt vett igénybe, ez egy 8 hetes periódus volt.